Erős vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai vasárnapon, itt a templomban, és azokat is, akik a videó felvételen keresztül kapcsolódnak be mai alkalmunkba. Isten igéjével hadd köszöntsem a gyülekezetet. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Jézus Krisztus elérkezésének ez az egyik nagy csodája, hogy láthatjuk őt, benne megláthatjuk Istent. Éppen ezért szól róla mind a mai napig az evangélium, hirdetjük Jézus életét, halálát és feltámadását, amely értünk történt. Erről szól majd többek között a mai alkalom is. De először a hirdetéseket szeretném megosztani a gyülekezettel. Mai napon, ahogy az oltáron is láthatjuk, meggyújtottuk a megemlékezés gyertyáit. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében emlékezünk ma meg. Tragikus gyorsasággal elhunyt Kéri Gerzsonné született Fehér Erika testvérünkről, aki 1957. január 24-én született, és 2018. január 9-éig tartott az ő földi vándorútja. Isten igéjével hadd bátorítsam az emlékezőket, János 14.1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ezzel bátorít bennünket az Úr Jézus, és nyújtja az ő vigasztalását felénk. A héten volt egy temetési alkalmunk is. Az utolsó útjára kísértük ezen a héten Tarpataki György testvérünket, akit 90 éves korában hívott haza, szerető mennyei atyánk. Az ő hamvai felett az alábbi ige szólt, a 119. Zsoltár 94. verse: Tied vagyok, tarts meg engem! Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára. Elhunyt testvéreinkre emlékezve majd a befejező oltári imádságban fogunk együtt imádkozni. Hirdetem továbbá, hogy jövő vasárnap, ha Isten engedi és élünk a megszokott rendben, 9 órai kezdettel lesz Isten tiszteletünk itt a templomban. Hirdetem még, ilyenkor januárban szokott lenni az ökumenikus imahét, ezt a lelkészekkel, helyi lelkészekkel egyeztetve az idén nem tartjuk meg. Videós alkalmakat ugye központilag tartanak, ezeket meg fogom én is osztani a gyülekezetnek, Facebook oldalán ezeket lehet majd megtekinteni, de itt a faluban, helyben nem lesznek sajnos idén ezek az alkalmak. Szeretném megköszönni még a takarítási, az egyházfi és a videó szolgálatot mindazoknak, akik ezekben részt vesznek, Isten áldja meg az ő szolgálatukat közöttünk. Hirdetem még végül az adományainkat is, az emlékező család 20.000 forintot, gyászoló család 10.000 forintot adományozott a gyülekezet céljaira, míg a múlt vasárnapi persejpénzünk 9.000 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat és az adományok bölcs felhasználását is. Most pedig Isten tiszteletünk kezdetén a 65-ös számú ének hangzik el, a 65-ös számú ének következik. Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A 19. Zsoltár így tesz bizonyságot. Szám beszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted, én Uram, kősziklám és megváltóm. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Szám beszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted, én Uram, kősziklám és megváltóm. Ámen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, mennyei jó atyánk, hálát adunk neked a mai napért, melyet ismét ránk virasztottál, és köszönjük azt, hogy itt lehetünk ma a te házadban. Te látod szívünket, te látod, hogy milyen lélekkel jöttünk ma eléd. Talán gyászban, talán emlékezve, talán hálaadással, talán azért, hogy erőt merítsünk és megpihenjünk színed előtt. Urunk, bárhogy is jöttünk eléd, te szereteteddel fogadsz bennünket. Nyújtott felénk igédet, nyújtott felénk a te erős jobbodat, amely felemel, megtart és megvigasztal. Urunk, a zsoltárossal együtt kérjük, hogy szánk és imádságunk szavai, gondolataink legyenek kedvessé előtted. Kérünk, bocsásd meg bűneinket. Bocsásd meg, amikor hűtlenek voltunk hozzád. Bocsásd meg, amikor hozzád méltatlan módon értünk, tettünk vagy gondolkodtunk. Add, Urunk, hogy benned, Jézus által új életünk lehessen. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapra, Szent Háromság utáni első vasárnapra kijelölt szent igéinket, amelyet megírva találunk először Lukács evangéliumában, a második részben a 41-estől az 52-es versig a következőképpen. Jézus szülei évenként elmentek Jeruzsálembe húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre, mivel azt hitték, hogy az utitársai körében van. Elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. A második ige pedig Pál római leveléből szól hozzánk, a 12. rész első 5 verséből. Az okos Isten tisztelet. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
A nekem adatott kegyelem által mondom tehát, közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, ugyanúgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istenünk beszédét, magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet és készüljünk az ige hirdetése a 199-es énekünkkel.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Itt a gyülekezetben Máté evangéliumát vesszük sorra, annak tanítását, ahogy bemutatja Jézus életét, szenvedését, halálát és feltámadását. Az elmúlt alkalommal, és még most is a 26. fejezetben járunk. Miről is hallottunk eddig? Elég, hogyha az oltár képünkre tekintünk, ahol Jézus könyörög, imádkozik a Gecsemáné kertben. Nagy pénteknek az elő estéjén vagyunk, ahol Jézus még utoljára megáll, leomlik, arca borul, térdre esik az Atya előtt, és imádságos harccal készül fel mindarra a kínra és szenvedése, amely majd nagypénteken őrá vár. Magával vitte ugye tanítványait is, akik nem tudtak vele vérasztani, és nem tudtak vele együtt imádkozni. Ott volt pedig Péter is, aki nemrég még fogadkozott, hogy ő aztán mindenben Jézussal tart majd, de egy órát sem tudott vele aztán vérasztani. Jézus tehát megküzdi a maga harcát Isten előtt imádságban, hogy készen legyen arra, ami következik, és ezután pedig valóban és kérlelhetetlenül megkezdődnek nagypéntek eseményei. Innen olvasom az igét, folytatólagosan helyünkön maradva hallgassuk meg, hittel és figyelemmel Máté evangélium a 26. részéből a 45-ös verssel kezdődő szakaszt. Jézus elfogatása. Jézus mondta, íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki elárul engem. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele, kardokkal, botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt, üdvözlégy, mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, ezért jöttél. Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza a kardodat, a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg az én atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokassághoz, mint valami rabló ellen. Úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai, és akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. 2011. májusa volt, amikor az Egyesült Államok hadseregének egy csapata Pakisztánban volt küldetésen. Küldetésük pedig arról szólt, hogy felkutatták, megtalálták a híres terrorista vezetőt, Osama Bin Ladent, és egy májusi éjjelen rajtaütöttek az ő bázisán, és megölték őt. Erről az esetről aztán a hírekbe került egy világhíres fénykép, hogy az akkori amerikai elnök, ugye Obama elnök, és az ő stábja otthon, Washingtonban, egy biztonságos, kényelmes irodában néznek, valami kivetítőt, ez nem látszik a képen, csak hogy nézik az eseményeknek a közvetítését, hogy talán élőben láthatták ezeket a felvételeket, hogy mi is zajlik ott.
hogy hogyan folyik az akció, hogy az ő katonáik pár ezer kilométerrel odébb hogyan teszik úgymond kockára az életüket, és hogyan harcolják meg azt a harcot, azt a küldetést, amit parancsba kaptak. És nagyon jellemző volt ez, hogy a vezetés ott volt sok-sok távol, nagyon nagy távolságban, biztonságban, még a katonáik a tengeren túlon küzdöttek. És a világ történelemben gyakran így valósulnak meg nagy csaták és ütközetek, hogy a király vagy a fővezér hadba küldi maga előtt az ő katonáit, míg ő pedig a biztonságos háttérbe húzódva inkább távol marad a közvetlen veszélyektől. Felolvasott igényben is két csapat és két szellemiségnek az összeütközését láthatjuk meg. A tanítványokat vezető fővezér azonban különbözik az imént általam felvázolt képtől. Ő ugyanis nem küldi maga előtt a tanítványait csatába. Jönnek katonák, jönnek a főpap szolgái kardokkal, botokkal, talán fáklyák is voltak velük, hogy ők most elfogják Jézust, és ő nem küldi oda a tanítványokat, hogy na menjetek, állítsátok meg őket, én addig elszaladok, elbújok. Nem tett ilyet. Sőt, ellenben ő maga lép előre, áll azok elé, akik az ő elfogására jöttek, és egymaga vállalja a küzdelmet. A tanítványait nem is hívja ilyen módon magával, hogy gyertek, álljunk velük szembe. Ő maga áll oda. És ugye nem is kerül sor végül fizikai összecsapásra. A túl buzgó Pétert, az ő tanítványát is Jézus meginti, amikor kardot ránt és oda csap. Hát nem erről szól a tanítványi küldetés, hogy itt most kardozzunk és hadakozzunk. Jézus elmondja, hogy angyali haderőket, légiókat is tudna mozgósítani védelmére, hogyha erre lenne szükség, de nem teszi. Nem teszi. Mert Jézus harca nem az elfogói ellen szól. Jézus harca soha nem emberek ellen szól, hanem a bűn és a halál hatalma ellen. És ez az állítás azóta is igaz és változatlan. Hogy Isten nem haragszik az emberre. Nem ellenségként tekint ránk Isten. Hiszen az ő gyermekei vagyunk, aki bennünket eltervezett, aki nekünk életet adott, és aki naponta figyelemmel kísér bennünket, sorsunkat, életünket a kezében tartja. Igen, jönnek nehézségek, jönnek bajok, bekövetkezhetnek olykor tragédiák is. De az igéből kiderül, hogy ez nem azért van, hogy az Úr megverjen, vagy egyfajta büntetés legyen, vagy az ő haragját kiárassza ránk. És merem azt állítani, még hogyha sokszor nehéz is meglátni ennek az igazát, hogy a csapások között is meg lehet keresni, ki lehet kutatni, hogy hol van ebbe Isten, hogy hol tudom meglátni ebbe az ő vezetését, hogy hol tudom meglátni ebben az ő szeretetét, hogy még ezek között is, mindezek ellenére is szeret engem az Úr, és így tudok belé kapaszkodni, hozzájönni, és rábízni az én bajomat, szomorúságomat, gyászomat. Mert Isten nem azért küldte Jézust a világba, hogy az embert legyőzze, hogy az embert elpusztítsa, hanem azért, hogy a mi bűnös állapotunk felett arasson diadalt, hogy az, ami addig elválasztott engem Istentől, a bűnnek ezt az akadályát, hogy azt teljesen megsemmisítse, hogy tudjak jönni Istenhez, és hogy életem végén bármikor is következzen be az, hogyha hitben élek, tudhassam azt, hogy én Istenhez megyek haza, vagy éppen szeretteink is, aki hittel távozik, tudhatom, hogy az Isten kezébe teszem őt le. Jézus tehát szereti az embert, a bűnt le akarja győzni, de az embert pedig meg akarja menteni.
Ez látható ebben a megrendítő eseményben is, mikor jön Júdás, az ő kedves tanítványa, aki addig végig kísérte az ő szolgálatát, és aki mégis árulója lett. Jön, és ezzel a bensőséges, a szeretetnek a bensőséges jelével, a testvéri, ugye arcra adott csókkal, puszival köszönti Jézust, üdvözl légy, Mester! De ez a köszöntés sem volt már őszinte, csak az árulást szolgálta. Jézus pedig mégsem ítéli el az ő árulóját. Mégsem töri össze akárcsak egy szavával, nem ítéli el, nem sújtja le. Még csak ellenségének sem nevezi Júdást, hiszen azt mondja neki, barátom, ezért jöttél. Vagy Károli úgy fordítja egy kérdésként, hogy barátom, miért jöttél? Ennyit szól csak hozzá Jézus. Akár kijelentésként, akár kérdésként olvassuk, ebben a rövid mondatban én Jézusnak a Júdás iránti gyengét szeretetét látom. Hogy még itt ebben az utolsó utáni pillanatban is próbálja a menekvést keresni. Félre ne értsük, nem önmaga számára, hanem Júdás számára. Hogy ez az esemény itt már be fog következni. De hogy még a lelkére beszéljen, hogy barátom, tényleg ezért jöttél? Tényleg ez a te akaratod? Hogy ide jutottál? Ez vagy te, ezt akarod tenni? Én úgy látom, hogy ez volt Jézus utolsó kopogtatása Júdásnak a kemény és zárt szívén. Mert még itt is, mert még így is szereti Jézus Júdást. Az Úr tehát vállalja a ráváró szörnyűségeket. Nem a tanítványait löki oda ellenfeleinek, hanem maga jár elől. Övéit pedig még itt is védi és óvja a harcoktól, hogy ne legyen vérontás, ne legyen baj. Árulóját és az elfogására érkezetteket, mindazt, aki szembe fordult vele, minden gonoszságukkal együtt sem tekinti ellenségének. Jézus azért jött, mint mondtam, hogy a bűnösöket megmentse. Ebbe beletartoznak az ott lévő katonák, botokkal, kardokkal felszerelt szolgák is. Ebbe beletartoznak az ezen a ponton szétfutó, a mestert magára hagyó tanítványai is. És ebbe bizony beletartozunk mi magunk is. És hogy hogyan folytatódik a történet, ezt olvasom tovább az 57. verstől. Jézus a nagy tanács előtt. Azok pedig elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap ezt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, hogy te vagy-e a Krisztus, az Isten fia. Jézus így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amit a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta a ruháját, és így szólt, Istent káromolta, mi szükségünk van még tanúkra? Íme most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és azt mondták, profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged? Mennyire furcsa és mennyire mélységesen szomorú ez a jelenet sor, amit itt láthatunk az igében. Hogy Isten szolgái, a főpapok és az írástudók fogjul ejtik Isten fiát, és őt Isten káromlással vádolják. Mennyire
érthetetlen ez. Bíráskodnak a fölött, aki az egész teremtettség felett ítélkezik majd egykor. Aki előtt majd nekik is meg kell állniuk ítéletre. Az egy évre éppen aktuálisan megválasztott jeruzsálemi főpap szembe fordul az örök mennyei főpappal. Mennyire furcsa ez a helyzet, mennyire nem helyén való ez a helyzet. És fontos azt látnunk, hogy mindez nem azért történt, mert Jézus ellenfelei győztek volna a Mester felett. Ellenkezőleg az Úr maga önkéntesen vett részt ezekben az eseményekben. Önként vállalta mindezeket, és így gyakorolta az engedelmességet mennyei Atya felé. Erre készült már őktől fogva, erre készült földi életében is, beszélt is róla az övéinek, többször mondta ezt, felkészítette őket is. De már lássuk meg, hogy az ószövetségi proféták is hirdették olyan sok helyen a messiásnak a szenvedését. Nem a véletlen műve volt tehát mindez. Maga Jézus is még a Getsemáné kertben mondta, hogy így kell ennek lennie. Nem emberi vagy ördögi hatalmak diadala ez, hanem Isten terve lépett működésbe. Jézus beleegyezett, és elfogadta ezt, értünk, ami megváltásunkért. Ott vagyunk tehát nagypénteknek a hajnalán, a vallási vezetők tanácsa, az úgynevezett nagy tanács gyorsan összegyűlt, az éjszaka leple alatt, a nagy tömegtől kicsit védve, hogy ne lássák, mi történik itt a színfalak mögött. De ez a rögtönzött tanácsülés, és ez a bíráskodás, ez a döntés tulajdonképpen egy vicc volt. Egy nagyon rossz vicc volt. A korabeli jog szerint, hogy valakit elítéljenek, ahhoz két tanúnak az egybehangzó vallomása kellett a vádlottal szemben. Ekkor lehetett valaki felett jogszerűen kimondani az ítéletet. És itt azt láthatjuk, hogy ott a hajnal folyamán mindenféle tanúkat innen-onnan előrángattak, nyilván hamis tanúkat, és próbálták őket rávenni, hogy ketten egy egybehangzó vallomást tegyenek. De annyira szerencsétlenek voltak ezek a megidézett tanúk, hogy nem jött össze. Próbálták így is, úgy is, nem jött össze két egybehangzó tanúvallomás. Míg végül nagy nehezen találtak két olyan talán kicsit értelmesebb embert, aki két összetett mondatot el tudott mondani. Nyilván az is egy hamis vád volt, hogy Jézus azt mondta, hogy ő lerombolja a jeruzsálemi templomot. Dehogy mondott ilyet. De ez már nem is volt érdekes, mert vége két összeeszkábált vallomás megegyezett, ki lehetett hirdetni az ítéletet, ami már sokkal korábban megszületett. Istent káromolta, ezért halált érdemelt, szólt Jézus ítélete. Jogilag nézve, mindez egy úgynevezett koncepciós per volt, amelyet a kommunizmus idejéből sajnos jól ismerhetünk, hogy koholt vádakkal ítéltek el valakit, ahol az eljárás az mindegy volt, az egy szemfényvesztés volt. A cél pedig a személyes ellenfél, vagy a hatalom ellenfelének kiiktatása volt bármi áron. Ez történt Jézussal is. Kimondták felette a koholt vádak alapján hozott ítéletet, hogy méltó a halálra. De hogyha egy picit más szemszögből nézzük az eseményeket, akkor ez az ítélet végül is igazságos volt Jézus felett. Méltó a halálra. De nem a hamisan nyakába aggatott Isten káromlás vádja miatt, hanem azért, mert Jézus a világ bűnét hordozta. Ezért tűrte az igazságtalanságot, ezért nem fenyegetőzött, ezért viselte mindent, mert a küldetése rólunk szólt. Szenvedése értünk történt, azért, hogy elhordozza helyettünk minden bűnünknek, minden hitetlenségünknek, minden mulasztásunknak a büntetését.
Erről szól Jézusnak ez az egész szenvedés története. De vajon eszünkbe jut mindez, ami mindennapjainkban? Eszünkbe jut ez, amikor valakinek úgy düböl, odavágunk egy bántó mondatot? Vagy amikor valami szeretetlen dolgot teszünk valaki mással szemben? Eszünkbe jut, hogy Jézus ezért a bűnért is meghalt, hogy ezért is szenvedett a kereszten, én miattam is. Ahogyan Ézsaiás írja, az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ezt megértve, ezzel szembesülve mit tudunk tenni, hogy Jézus értem adta önmagát? Mondhatjuk azt, hogy hát nem kell nekem Jézus, hiszen nincsen nekem bűnöm. Vagy mondhatjuk azt is, hogy mindennél jobban kell nekem Jézus, és vele már tényleg nem lesz bűnöm, mert ő tisztáramos, mert ő elveszi azokat, ő előtte azokat megbánhatom, letehetem, és ezektől megszabadulva, felszabadulva mehetek tovább életem útján. Jézus ezért jött, ezért szenvedett, és ezért halt meg, hogy nekünk már ne kelljen, hanem éljünk ő benne, ő általa, kegyelméből. Ámen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, mennyei jó atyánk, hálás vagyunk, hálásak vagyunk neked, hogy az Úr Jézusban kimutattad a te végtelen és érthetetlen szeretetedet, hogy nem ellenségként tekintesz ránk, hanem gyermekeidként, akiket magadhoz szeretnél vonni, akiket meg szeretnél szabadítani a bűnnek fogságából, hogy ne ítéletre menjünk, hanem a te örök országodba tarthasson életünk. Urunk, szeretnénk mi is ezt jól megérteni, elhinni, bízni ebben az üzenetben, és bízni az Úr Jézusban, mint megváltónkban, aki minket is tisztává és szabaddá tesz. Urunk, így hozzuk eléd ma is könyörgéseinket. Könyörgünk, Urunk, a világért, amelyet eredetileg szépnek és jónak teremtettél, és mindeddig megőriztél, noha bűneink miatt a romlandóság törvényének is alávetetted. Kérünk Istenünk kegyelmeddel ezután is véd, és oltalmazd, újítsd meg ezt a világot. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, könyörgünk, hogy adj egymás iránti figyelmet a mi szívünkbe. Adj több türelmet, sokszor békétlen közösségeinkbe. Adj több alázatot a vezetőknek, és adj hitből fakadó jóságot az emberi léleknek. Urunk, könyörgünk a szenvedésekért, hogy te enyhítsd azokat. Urunk, légy azokkal, akiket természeti csapások sújtanak, akik háborús övezetben vannak. Légy keresztény testvéreinkkel, akik üldözést élnek át. És urunk, mindezek mellett légy azokkal is, akik a mostani járványhelyzettől szenvednek, akár betegség miatt, akár az egészségügyben dolgoznak, erejüket megfeszítve, akár bármi más módon terheli őket most ez az időszak. Légy velük, erősítsd és bátorítsd őket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, akik Jézus Krisztusban világosságú jöttél közénk, állj azok mellé, akikre a kilátástalanság sötétsége borul. Állj mellénk is, hogy ne csak imádkozhassunk azokért, akik szükségben vannak, vigasztalásra várnak, hanem tudjunk hozzájuk fordulni, és őket segíteni, támogatni, szolgálni feléjük. Urunk, kérünk, légy azokkal is, akik ma betegek, akik ma testi vagy lelki szenvedés között vannak. Kérünk, enyhítsd az ő fájdalmukat, és erősítsd meg őket. Urunk, különösen is hordozzuk ma imádságban előtted gyászoló és emlékező testvéreinket. Ővelük együtt érezve most így könyörgünk. Jézus Krisztus,
halált győző, életet ajándékozó Úr. Elhunyt testvéreinkre gondolunk, és most sírunk. Te megértesz, hiszen te is sírtál barátod sírjánál. Emberré lettél. Megérted fájdalmunkat és gyászunkat. Előtted nem szégyeljük könnyeinket. Köszönjük, amit előre ment testvéreinkben nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt jártak közöttünk, és a mieink lehettek. Kérünk, enyhítsd fájdalmunkat, gyógyítsd lelkünk sebét, adj vigasztalást. Őrizd meg attól, hogy úgy gyászoljunk, és úgy emlékezzünk, mint akinek nincsen reménysége. És amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törj le minden könnyet, némíts el minden panaszt és jajszót. Urunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, és vigasztalj meg minket. Mindenható Istenünk, hallgasd meg még néped könyörgését, és hozd el hamar országodat Jézus Krisztus által, akinek nevében együtt még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig helyünkről fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és az utolsó ének a 292-es lesz. Erős várom Istenünk.